A legmesszebbről érkezettek voltak. Kedves Béres testvér és Gyurko Zsolt kísérője. És nagyon örülünk, hálásak vagyunk, hogy az Úr megadta azt a nagyon hálát alkalmat, hogy együtt lehetünk ma a Jézus nevében. És minden legyen a te dicsőséged, Atyánk, az Úr Jézus Szent nevében. Amen. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet. Amit a szívemre helyezett az Úr, az igét elolvassam rába adott testvér, a Kolossi beliekhez ételnél harmadik részéből. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szálltokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Hát itt arról olvastunk az ügyében, és egy szót sem szólnék hozzá, akkor is megértettük belőle a lényeget, amire az Úr a figyelmünket irányítja. Mint a feltámadás, az mondja, ha annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, hát akkor én mind a feltámadás gyermekeihez szólok, feltámadtatok a Krisztussal, és most az Úr elé elmegyünk imában, ide már a buzításról van szó, és most ebben az imában, amit az én szívemre helyezett az Úr, most aztán tényleg csak egy pár gondolat erejét, hogy öltözzétek fel az Istennek mind azokat a drága tulajdonságait, amivel meg akar velünket ajándékozni. Itt a feltámadás gyermekei. És hát az Úr az ő kegyelme által hangsúlyossá teszi számunkra, hogy az ő ereje által, mint a feltámadás gyermekei, meghaltunk a réginek, élünk az újnak, felöltözzük az újakat. De most ugye itt van egy csomó felsorolás, hogy a testnek a cselekedetei, azok a régi
halotti életünkben lévő hazugság, harag, veszekedés, és de majd is gondoljam, az igen mondja, ahhoz, hogy felvegyük az újat, le kell vetni a régit. Na most hát ugye ebben szeretnélek gyújtítani benneteket, hogy ha még van bennünk valami a régiekből, vessük le, hogy fel tudjuk öltözni a szeretetet, ami a tökéletesség köteléke, ugye azon kívül alázatosságot, szelíd lelkűséget, és mindazokat az isteni erényeket, ami méltó ahhoz, amiben járunk. Úgyhogy ilyen nagyobb rendezvényeket tartanak, akkor ott kritérium, hogy meghatározzák, hogy milyen öltönyben, vagy hogyan, milyen módon lehet megjelenni. Frakba, smokingba, kisestélyi, nagyestélyi, ugye milyen ruhába. Na most gondoljátok el, drága testvéreim, hogy mi nem egy akármilyen rendezvényre készülünk, a bárány mennyegzőjére. És azt mondja a prédikátor, a te ruháitok mindenkor fehérek legyenek, és az olaj ne fogyatkozzék el a fejükről. És Jézus vére rendelkezésünkre áll. Jöhetünk hozzá tisztára mossa ruhánkat, amikor én megtértem, hát ugye dicsőség az Úrnak, jó fiatal lány voltam, és a kedvenc igényünk közé tartozott a 45. Zsoltár, ahol az van, hogy hall csak leállj, nézz, hogy felejtsd el népet és atyád házát, szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő hódolád végig, és a király leánya csupa égesség, de bent, bent. Külsőleg se mindegy, hogy hogyan jelenünk meg az Úr házában, ugye, az ülővízben volt egy ülővízben, és tényleg hát olyan figyelemfelkeltő dolgok szerepeltek ott, amit jó, hogy megszívelünk szintén, de mi a bárány mennyegzőjére égi, olyan ruhába nem mehetünk be akárhogyan, mert ugye van egy olyan példázat is az ügyébe, amelyik arról beszél, hogy van ott valaki, akinek nem volt mennyegző ruhája. És ennek a ki kellett menni. Na, és hát most rövid az idő erre, de a rám következő héten feladatként tűzünk magunk elé, hogy vessünk le mindent, ami lát az Úr szellemének ereje előtt, hogy felöltözhessük mindazokat a lelki dolgokat, amiket az Úr nekünk akar adni, hogy a bárány mennyegzőjén, mert nem akármilyen rendezvény testvéreim, a bárány mennyegzőjén. Oda vagyunk hivatalosak, méltóképpen menjünk. Nos, akkor álljunk fel, és kérjünk az Úrtól ehhez békességet, a megelégedettséget és az örömöt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Légy áldott Úr Jézus Krisztus, hogy szeretsz bennünket, hogy a feltámadás gyermekeivé választottál minket. Köszönjük, hogy jártunk a te jelenlétedben, és te meg akarod minket tisztítani, ugyanúgy, mint János Uram, aki látta megöletett bárát.
Köszönet feléd ezért a mai napért és a mindennapokért. Uram, köszönöm, hogy most nem az ajtókat kented, kened meg, hanem drága véred, a Jézus Krisztus kiullott vére által lehetünk szabadok, tiszták, megmentettek, megváltottak. Uram, tiad a dicsőség, és amikor nyújtjuk kezeinket a kenyér után, a pohár után emlékezünk arra a drága váltságra, amely neked, mennyei atyám, oly sokba került. De köszönöm, kifizetted az árat, mi pedig szabadok vagyunk, ezért dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen. Amen. Drága Úrunk, megáldjuk a háladás porrát, ahogy Te is megáldottad, Úr Jézus, mert ez a Te véred, az új szövetségnek vére, és ezáltal a szövetségünk ma megül veled. Így hát töröld el minden bűnünket, bocsáss meg minden védkünket, Úr Jézus, és szabadíts föl minket teljesen arra, Úr Jézus, hogy a veled való szövetséget ünnepként üljük meg a Te dicsőségedbe. Az Úr Jézus nevében, amen. Amen. Egy megkívást szeretnénk intézni felétek, mert Isten kegyelméből április 4-én összeállítottunk. Itt Székesfehérváron az evangélikus templomban tartjuk a mennyegzőnket, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a gyülekezetből, aki teheti, jöjjön el. Hoztunk is egy meghívót nektek, amit kihelyezünk a falubiságra, úgyhogy tényleg szeretettel várunk titeket. És egyébként a templomot bérbe vesszük, de teljes mértékben fülkös Isten tiszteletet megtartva. Akkor esetleg ide elhelyezheti az adományát. Nagyon köszönöm az imádságot. Higgyetek el, olyan jó eső érzés gondolni arra, hogy van Fehérvár. Nem sokan törődnek velünk, testvérek. Nem sokan. De tudjátok, Istennek gondja volt. Mindig, minden esetben gondja volt. És olyan jó dolog, amikor így vagy úgy megtapasztalhatjuk az Isten gondviselését. Nagyon köszönöm Székesfehérvárnak, a gyülekezetnek, személy szerint nektek, mindenkinek kivétel nélkül köszönjük.